Szervusztok! 2024. február 16-a pénteki nap van, délután negyedőtt. Ez egy valóban nagyon rövid bejelentkezés lesz, de a rövidségénél csak a fontossága a fontosabb a megfeltetésben. Ma este 6 órakor nagyon fontos lenne, hogy nagyon sokatokkal találkozom a Hősök terén. Az oda a meghirdetett tüntetésre, amit internetes nagykövetői táborra rendelkező fiatalok, instrumentenek e, 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 hirdettek meg, de talán fölismerték a politikai pártok, civil szervezetek is. Sorra olvastam a bejelentkezéseiket, hogy törölték a saját az elkövetkező napokban tervezett tüntetéseiket, és mindenkit arra szólítottak föl, azzal szólítottak meg, ez így sokkal kedvesebb, de nagyon határozott, hogy gyertek el, és legyünk ott ma hat órakor. Kiemelkedő tudású társadalom, tudós barátaimmal is beszéltem a mai napon, és egy valamibe konszenzusra jutottunk. Abban, hogy nem tudjuk, mi lesz este hat órakor. Nem tudjuk megmondani, nyilván nem 500-an leszünk ott, hanem sok ezren, talán több tízezren is, de valamennyien arra jutottunk, hogy nem esélytelen, hogy több százezren legyünk. Márpedig ezek nagyon eltérnek egymástól. De ti is, én is csak akkor fogjuk megtudni, ha ott vagyunk. A mai este tehát rendkívül fontos, egyfajta minta, de lehet, hogy a megoldás. Elképzelhető. Ha tízezerekkel leszünk ott, akkor az embereknek, akik ott vannak, meg én is onnan is fogok helyi élő közvetítést adni, fogjuk érezni, hogy egyre nagyobb a társadalmi ellenállás, ez a társadalmi elégedetlenség, és talán egyre egy kicsit közelebb és közelebb kerülünk az Orbáni rendszer bukásához. Mert árva gyerekek tragédiája megtalálta azt a gyenge pontot az Orbáni gasságban rá tudott mutatni az Orbáni rendszer azon hibájára, amely még a legvédtelenebbeket is magára hagyja bármiáron, és a sajátjait is magára hagyja bármiáron, ha csak azért, hogy a maffia rendszer működni tudjon. Rámutattak, és én hitem szerint nagyon komoly esély van annak, hogy árva gyerekek tragédiája, de az árva gyerekek fellépése, mert ők hívták föl a hatóságok figyelmét arra, hogy mi történik velük az orbáni rendszerben. És ezért gyermekotthonban érő végtelenül árva gyermekek meg tudják buktatni, mert fel tudják ébreszteni azt a társadalmat, amely az elmúlt években egyre jobban leült a székre a földre, a padlóra, és nem nagyon akart fölállni és most fölállt. Ha tízezrek leszünk ott, akkor is fölállt. Akkor az egy bizalomgérjető, az egy első lépés, az, ami majd legközelebb jobb lehet, még jobb lehet. De bár a megkirdetők azt mondták, hogy ez most a gyermekeink gyermekvédelemnek a fontosságáról szól, na de gondoljátok tovább. Ha a gyermekvédelem fontosságáról szól, az azt jelenti, hogy erre az Orbáni rendszerre a legvédtelenebb gyermekeinket nem lehet rábízni, onnan őket ki kell emelni. Na de hát állami gondozottakról van szó, akiknek nincsenek szerei, Nem tudod hova visszajelzni, csak az állam felügyelete alá. Visszaadod a bűnözőnek ha akarták, ha nem akarták az influencer barátaink megkérdetni, ez azt jelenti, hogy visszadni, onnan kikelőket menekíteni, és biztonságba helyezni kell, de azt az Orbáni rendszernél nem lehetséges. Tehát ennek akkor is a következő lépés, az, hogy a magyar társadalomnak egy másik állami berendezkedést, egy demokratikus állami berendezkedést kell létrehozni, amely nem bűnszervezet, nem annak a szabályai szerint működik, és ahol fontosak a gyerekeink. Hát én azon gondolkodtam ma, barátaimmal is ezt osztogattam meg, hogy kizárni nem lehet. Hogy két 300 ezeren leszünk. Akár többen, de talán azt mondom, hogy ez a, leg, leg, a legoptimistább, de hát én tagja vagyok az Optimisták Világszövetségének, gyertek el, legyünk annyian. Egy 2-300 egy szöveg ö, tömeg megérzi az illatát, a lehetőségét annak, hogy megszabadítsa Magyarországot a gonosztól és akkor a felhívás ide, felhívás oda, a második lépcsőt is meglépi az első napon. És akkor a rendszer ez átalakul abban, hogy meg kell buktatni az orván kormányt. Hát meglátjuk, este közösen én közvetíteni fogom, hogy beindul, leszünk-e százezerek, mert azok tudják megváltoztatni, és a százezerekbe elindul-e az, hogy Orbán takarodj. Rendszerváltást, kormányváltást akarunk. És ha igen, akkor akár ez a folyamat elindíthatja, és véghez is viheti az Orbán rendszer bukását. Na, ha nem, akkor látok a két linket az oldalon. Ezen tudtok bejelentkezni Orbán buktatónak, aktív részesének lenni, hiszen a tegnapi nap meghirdettünk egy olyan hónapokon át tartó folyamatot, amiben rátok számítok, velem kéne jönnötök, mint a 348 magyar városban, és a környező helységek ezáltal lefethetik az egész országot, és akkor június 9-ére meg lehet buktatni, vagy végső pofont, vagy kivéthetetlen gyomros lehet adni az Orbáni rendszernek. Hát meglátjuk. Én ott leszek este 6 órakor. Legyél aktív részese az Orbáni bukásnak. Ma este is, és ha ma este ez még nem következik be, akkor jelentkez a fenti, fenti linkeken. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Még van idő gyorsan egy picit enni, inni, és elindulni. Elindulni a hősök terére. Köszönöm szépen, szervusztok, és viszont látásra este hatkor. Remélem személyesen, de ha nem, akkor majd az interneten. Szervusztok, minden jót!